Úgy tűnik, hogy Kínában a koronavírus kiindulási helyén sikerült megfékezni a fertőzések terjedését, Európában viszont tombol a járvány. Egyre több országhoz szigorító intézkedéseket a fertőzöttek számának mérséklése érdekében. A ma reggeli adatok szerint eddig a világon a fertőzöttek száma meghaladja a 182 ezret, ebből azonban majdnem 80 ezret már gyógyultnak nyilvánítottak, azaz valamivel több mint 100 ezer az aktív esetek száma. Összesen 7155 személy hunyt el a koronavírus fertőzés szövődményeivel összefüggésbe hozhatóan. A megbetegedések számát illetően még mindig Kína vezet magasan 80 ezerrel, de a meggyógyultak száma is itt a legmagasabb. A második legérintettebb Olaszország 28 ezer esettel és 2000-nél több halálos áldozattal. Az országban már majdnem egy hete korlátozzák az emberek mozgását, csak munkába járni vagy élelmiszert vásárolni lehet otthonról kimozdulni. Hasonló intézkedéseket hozott a hétvégétől a második leginkább érintett Spanyolország, míg Emmanuel Macron francia elnök ma jelentette be ugyanezt. Magyarország, Csehország és Szerbia lezárta a határait a személyforgalom előtt, a prágai tömegközlekedést már csak szájmaszkokkal lehet igénybe venni. Az Európai Bizottság 30 napos beutazási korlátozás elrendelésére szólította fel az Európai Unió tagállamok vezetőit a koronavírus járvány terjedésének lassítása céljából. Ebben az időszakban kizárólag azok léphetnének be harmadik országokból a közösség területére, akik esetében ez elengedhetetlen. Optimista fejlemény, hogy Kínában lassan helyreáll az élet. Az utóbbi napokban kizárólag olyan betegeket diagnosztizáltak, akik külföldről jöttek, ezért korlátozzák a beutazást. Olaszországban a tegnap először csökkent az új esetek és elhalálozások száma, és noha még korai ezt kijelenteni, a hatóságok abban bíznak, hogy egy héten belül eléri a csúcsot a járvány.